az erőm is nagyon sokat tett annak érdekében, hogy ez a hulladékcsomag, ez az új hulladékcsomag létrejöjjön. Sajtótájékoztatóval nyitotta meg szeptember 17-én a 20. Tetrekész napot a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás. A nap során az elmúlt évben elért eredményekről és a jövőbeni tervekről számoltak be az előadók. Kereki Ferenc, a radioaktív hulladékokat kezelő Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, kutatásokat is végeznek annak érdekében, hogy még biztonságosabban tudják elhelyezni a sugárzó szemetet. A mecsekben kutatást végzünk, a nagy aktivitású hulladék tároló helyének megfelelő kőzeteket vizsgáljuk, azt a térrészt, erről fogok beszélni, vagy fogunk, nem csak én, hanem a kollégáimmal együtt. Itt három fúrást mélyítettünk le. Ennek a három fúrásnak a jelentőségét említjük meg, illetve hogy milyen körülmények között fúrtunk, milyen eredménnyel. A 8 településből álló egyesülés minden évben megszervezi ezt a tájékoztatást. Idén az egyik alapító tag, Műcsény adott otthont a szakmai tanácskozásnak. Részemre azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert egy széleskörű tájékoztatást kap minden településnek a lakossága, mint ahogy az előbb említettem, a lakosság részéről is megjelenik 10 fő meghívott vendég, akik valóban a frissen szerzett információkat tovább tudják adni a településükön. Az eseményen mind a 8 település képviseltette magát. Krahun Szilárd, a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás elnöke, Báta Apáti polgármestere is nagyon fontosnak tartja a lakosok tájékoztatását. Ezért az éves összejövetelen kívül lakossági fórumokat is tartanak, de van egy negyed évente megjelenő újságjuk is. Mostanában érkeznek kérdések, hiszen egy új helyzet áll elő, hogy Püspök Szilárdból fognak átszállítani Báta Apátiba majd radioaktív hulladékokat. Ezek a régi Pakson keletkezett hulladékok, amik először oda lettek szállítva Püspökszilágyba, és van egyéb intézményi radioaktív hulladék is, amit szeretnének átszállítani a Bátaapádi tárolóba, és ezzel kapcsolatban azért merülnek fel kérdések. A folyamat még csak az engedélyeztetéseknél tart, de a közeljövő egyik legfontosabb lépése ez lesz. A rendezvényen részt vett Kovács Pál, Paks 2 beruházásért felelős államtitkár is, aki arról számolt be, hogy a Báta-Apáti beruházás Magyarország folyamatban lévő legnagyobb környezetvédelmi beruházása. Az az elhelyezési mód, amit itt Báta-Apátiban az egyes kamránál alkalmaztak, azon az elhelyezési módon egy jelentős újítási tevékenységgel helymegtakarítást ért el a radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú társaság, és ezzel a helymegtakarítással gyakorlatilag majdnem egyharmadával növelte meg azt a hulladékmennyiséget, ami itt a jövőben, a továbbiakban eltárolható, ami azt jelenti, hogy lehetőséget teremtett nem csak a Paks 1, hanem akár a Paks 2 hulladékainak az eltárolására is. Ez a fejlesztés 40,5 milliárd forintos megtakarítást eredményez.